Európa-bajnoki bronzérmet szerzett egyéniben és párosban is Valkusz Máté teniszező. Vendégünk itt a stúdióban Valkusz Valéria, Máté édesanyja és menedzsere, és Valkusz Máté, üdvözlöm Önöket! Jó napot kívánok! Mielőtt az eredményekről beszélnénk, ugye készültünk erre a beszélgetésre, és ott megtudtam, hogy Ön 52 hétből 37-et úton tölt, külföldön többnyire is versenyzéssel. Nem sok ez? Hát de, nagyon sok igazából, de nekem ez már szinte semmi, mert megszoktam minden évben erre van kitéve az életem igazából, ez nekem már semmi. Az, hogy sokat kell utazni külföldre, más klíma, más időzóna, másfajta emberek, ezt is hamar meg lehet szokni? Ez már ami nehéz egy picit, mert amikor például mentem Amerikába, akkor ugye ott 6 óra időeltolódás van, és már másnap kell játszanom. És hát az nagyon megerőltető igazából, meg ugye nem is európai emberekkel játszom, hanem tök minden furcsa. Tehát az nagyon, nagyon kimerítő igazából. A menedzser édesanyja milyen trükköket tud alkalmazni arra, hogy ugye a versenyző mindig formában legyen ilyen szélsőséges körülmények között is akár? Hát elsősorban a tapasztalataimat próbálom átadni, annak idején én is versenyeztem, rövid távfutó voltam, a édesapja ugye válogatott gerelyhajtó volt. Próbáljuk ezeket a megszerzett tapasztalatainkat átadni a gyereknek, hogy hogyan lehet erre fölkészülni mentálisan, lelkileg, hogyan kell pihenni a repülőutak között, hogyan kell a tranzitidőt eltölteni, hogyan kell úgy táplálkozni, hogy azt az időkiesést ugye átvészelje a szervezet. Rengeteg olyan apró praktika van, hogyha ennek a tudatában, birtokában van a gyerek, akkor ezért ezeken átsegíti, ezeken a nehézségeken. A szó civil vagy hagyományos értelmében önnek van egyáltalán szabad ideje? Annyira sok nincsen, de ha nincsen, akkor azt a tenisztársaimmal töltöm ugyanazt. Elmegyünk lógni valamerre, vagy nem tudom. Tehát ugyanúgy sportásokkal. Igen. És ilyenkor mit csinál az ember? Ugyanazt, amit egy átlag tizenéves fiatalember? Moziba jár? Igen, elmegyünk moziba, elmegyünk parkba, biciklizni, deszkázni. Deszkázni is? Igen. Ez a másik olyan sport, amit szívesen deszkázna, hogyha nem teniszezne? Hát nem, annyira nem tetszik, csak lógok, avarokkal, az a jó benne. Sportszerűen, tehát versenyszerűen nem vállalná ezt a ne. Sportot. Különben az előző beszélgetés alkalmával is már szerettem volna megkérdezni, de akkor valahogy nem került rá sor, hogy ha nem teniszezne, valami miatt mondjuk most holnap bezárnák a világ összes teniszpályáit, és nem lehetne, akkor mivel foglalkozna? Szerintem focizni. Futball? Azt a tesi órákon nagyon szeretem. Mindig kérem tőle, hogy játszunk. Érdekes, majd egyszer megnézzük azt is, hogy hogyan futballozik, hát ott is hasonló eredményeket sikerül elérni. Most visszatérve a versenyzésre, ugye említettük az Európa-bajnoki 2 bronzérmet, de azért ez a nyár, ez sok más versenyt és sok más eredményt is hozott. Visszatérnek júniusra, ugye ott volt egy milánói erőpróba, az mi volt egészen, egy nagyon fontos verseny volt, és mi volt ez? Valóban, ez a nem hivatalos világbajnoksága a tenisztársadalomnak, ezt Milánóban rendezik, tényleg a világ összes tájáról érkeznek ide gyerekek. Máté főtábláról kezdte meg a versenyzést, tulajdonképpen tényleg a legnagyobb ellenfelei világszerte jelen voltak. A döntőt egy koreai fiúval játszotta, a második helyen végzett a Máté, nagyon nagy csatában, döntőszedben maradtunk alul a koreai fiúcskától. Itt annyira-nagyon fontos az összes szponzor, az összes akadémiáról jönnek emberek, tehát igazából ezek egy olyan erőfelmérők, ezek a kiemelt kategóriás versenyek, amire tényleg odafigyelnek, és ezeket az eredményeket igazából tényleg már jegyzik is. Tehát ha valaki itt döntőt tud játszani, akkor azt szokták mondani, hogy annak van keresni valója, valóban a nemzetközi teniszporondon. Azt lehet tudni már mondjuk akár ott a győzelmi pillanatokban, hogy mi múlott az, hogy ezüstérem lett és nem arany? Hát én annyit tudtam, hogy nagyon fáradt voltam igazából, csak ittam a vizet, és annyira tele lett a hasam, hogy nem tudtam már mozdulni, nem egyszerűen tele lettem. Mert hát már 3-4 heten versenyen voltam, akkor előtte volt Monte Catini-ben egy verseny, meg azelőtt is volt egy 16 évesek közötti verseny, és hát annyira elfáradtam már végére, hogy én már nem bírtam a döntőszettet, és 6 óra kikaptam. Tehát akkor itt igazából nem technikáról volt szó, hanem gyakorlatilag a fizikai erőlét volt az, ami addigra. Hogyha összevetjük a két versenyt, a milánóit, illetve az Európa-bajnokságot, akkor melyiknek volt nagyobb a tétje?
Én azt gondolom, hogy az Európa-bajnokság ugye az mégis egy Európa-bajnokság. Tény és való, hogy itt ugye csak európai versenyzők indulhattak az Európa-bajnoki címért. Igazából a milánói verseny ugye az nagyobb, tágabb megmérettetés, hiszen ugye ott a világ minden tájáról jöttek versenyzők, itt ugye csak európai berkekben maradtunk. Én azt gondolom, hogy ha az a tavaszi sérülés sorozat, ami a Máténál bekövetkezett, az nem lett volna is zökkenőmentes lett volna a gyerek felkészülése, akkor az Európa-bajnokságon is első kiemelt volt ugye a Máté. Jelen pillanatban az európai ranglistán európaiak közül a Máté az első, tehát ő magasan ranglista vezető. Összességében pedig, ha a világot nézzük, az összes versenyzőt, akkor jelen pillanatban a negyedik helyen áll a saját korcsoportjában. Tehát tulajdonképpen papírforma szerint az Európa-bajnokságot nyernie kellett volna. Az elődöntőben egy francia Corentin Mouté nevezetű fiútól kaptunk ki, aki tulajdonképpen a végén megnyerte a tornát. Valószínűleg másként alakult volna, hogyha nem a felső ágon van ez a fiúcska, én azt gondolom, akkor döntőt játszik a Máté, és ha ez a kicsit ez a felkészülés, beárnyékoló sérülés nem lett volna, akkor megint más lett volna a helyzet. Nagyon örültünk, hogy egyáltalán kilábaltunk belőle, és egy rövidített, tulajdonképpen egy 3 hónap helyett egy 1,5 hónap felkészülés állt a rendelkezésére. Ha ezt nézzük, akkor én azt gondolom, hogy fantasztikus eredmény. Valóban. Amikor az embernek ennyire teli van a versenynaptárja, ennyire feszített a tempó, akkor a sérülés az elkeseríti, kétségbejti, feldühíti, vagy mit érzel ilyenkor? Mit érez ilyenkor? Örültem is neki, meg nem is igazából, mert voltak versenyem, amiket ki kellett hagyni, de viszont én úgy éreztem, hogy már nem bírom tovább, nagyon fáradt vagyok, és most nem szeretnék edzeni, és ezáltal ugye nem is tudtam. És tudtam egy kicsit relaxálni, 2-3 hetet, és akkor ez így nagyon jó volt nekem. Tényleg erről beszéljünk egyébként, hogy milyen sérülésekről volt szó, és hogy akkor ezeken most már sikerült-e túl lenni? Igen, én azt gondolom, hogy túl vagyunk. Most már kezdődött igazából Katárban egy boka kifordulással, és tulajdonképpen az egy első jel volt nekünk, a Máténál szerintem a szervezete reagált így rá, hogy egy kicsit azt mondta, hogy elég. Tehát az egy olyan intőjel volt, amikor mi is elgondolkodtunk rajta, hogy talán egy kicsit most akkor pihennie kell. Az élet megoldotta, 4-5 hét kényszer pihenővel. Valóban jó volt ez a Máténak, mert testileg, lelkileg feltöltődött egy kicsit, tudott más csinálni, tudott kikapcsolni, tudott egy kicsit az iskolára koncentrálni, a tanárok nagy örömére. Végre látták egy kicsit az iskolában is. És igazából ez olyan jel volt nekünk, amikor tényleg sportpszichológushoz, dietetikushoz tudtunk fordulni, tehát maximálisan kihasználtuk ezt a rendelkezésre álló időt, mind a mellett pedig azért kondizni tudott az édesapjával, tehát felső testre dolgozni, tehát nem állt meg az élet, de egy kicsit a teniszből vissza tudtunk venni. Hogyha a karriert vagy a presztízst nézzük, akkor megteheti egy ennyire eredményes versenyző, hogy néhány hetet pihenjen? Igazából igen, és meg is kell, hogy tegye. Én azt gondolom, hogy az igazán sikeres versenyzőnek tudni kell úgy összeállítani, és ez ugye egy nagyon fontos és nehéz feladat, egy verseny ütemtervet, egy verseny naptárt, amiben bizony meg kell hagyni neki azt a megfelelő regenerálódást, pihenést, hiszen ha nem történik meg, akkor az előbb-utóbb kimerültségbe, fásultságba, sérülésekbe, minden, hogy előjön. Remélem, hogy ebből mi is okultunk, tanultunk, és reméljük, hogy a következő időben ilyen hasonló jellegű dolog nem fogja beárnyékolni a felkészülését. A nyárból hátra van még egy hónap, egy szűk hónap. A közeljövőben milyen megmérettetésekre kerül sor? Az egy hónapban még 3 versenyem lesz, a Magyarországos Bajnokság, ami pénteken kezdődik. Utána a Budaörsön lesz egy 18 évesek közötti nemzetközi tornám, és utána pedig a Magyar Tenisz Szövetség pályáján lesz egy ugyanilyen 18 évesek közötti nemzetközi torna, és ezek mind ilyen nagyobb rangú, második kategóriás versenyek. Ezek közül az ön számára melyik a legfontosabb? Hát nekem ez a 2 nemzetközi ITF verseny. Tehát a magyar bajnokság akkor ezek szerint egy könnyebben vendő? Hát az mondjuk, hogy egy ilyen fölkészülés ezekre a versenyekre. A nemzetközi tornáknak mi lesz a tétje? Hogyha ezeken jól tudok szerepelni, ezeken a tornákon, akkor junior Grand Slameken tudok majd részt venni a jövőben. Az mit jelent Máté számára, hogy a Grand Slameken ott tud lenni?
Igen, ezek a versenyek pontot adó versenyek. Tehát azt kell tudni, hogy a teniszezőknek ugye ugyanúgy ranglistája megvan, mint a felnőtt teniszezőknek. Pontokat gyűjthetnek ezeken a ITF által rendezett nemzetközi tornákon, és ez adja a ranglista eredményüket. Most azt kell tudni, hogy az idén a Máté olyan 900. körül volt a világon rangsorolva a 18 év alattiak között. Az idén két torna győzelemmel, illetve egy döntőjével jelen pillanatban már a 250-en belül vagyunk. Az idei cél az ahhoz, hogy Grand Slam tornákra odaérhessen az a top 100-ba jutás, ami nem elérhetetlen a Máté számára. Ha ezen a két budapesti tornán jól tud teljesíteni, akkor akár már ezzel a két tornával is a 100 közelébe kerülhetünk, és semmi nem állítja meg attól, hogy januárban esetleg már a junior Ausztrál Open-en főtábláról kezdje meg a versenyzést. Ez csodálatos eredmény volna. Még egy utolsó kérdés, hogy a nyár után, tehát ősszel-télen az év második felében esetleg milyen komolyabb megmérettetések, küzdelmek várhatók, amit érdemes megemlíteni? Hát ugye szeptember megkezdem az iskolát, és rögtön utána lesz két nem világverseny, az Eddie Hall és az Orange Bowl, amin szeretnék ott lenni, ami Amerikában lesz megrendezve, ugyanúgy, mint tavaly. És hogyha ezeken jól tudok szerepelni, akkor ugye nem kérdés előtt tudok lenni a Grand Slameken, mert ezek a világ legnagyobb versenye, és hogyha itt már pár kört is még, akkor is már rengeteg pontot tudnék szerezni ezzel. De az Eddie Hall és Orange Bowl előtt említsük még meg, októberben kerül megrendezésre a Masters torna, amihová az Európából a legjobb 8 versenyzőt hívják meg, tehát ez egy meghívásos torna. Máté természetesen a meghívottak között szerepel. Nagyon fontos verseny, ez is egy fontos állomás, ez szintén egy olyan torna, amit szintén jegyz az Európai Tenisz Szövetség, nem nagy hatalmas elismeréssel járódi. Ha Máté ezt meg tudja nyerni, akkor ezzel egy újabb történelmi sikert tud bezsebelni, hiszen tavaly ő ezt nyerte, tulajdonképpen címvédőként vesz részt ezen a tornán. Egymás utáni két évben ezt a tornát még nem sikerült megnyernie senkinek. És idén én úgy gondolom, hogy hatalmas eséllyel pályázik a Máté arra, hogy címet tudjon védeni. Ez október első hetében kerül megrendezésre Olaszországban. Rengeteg kihívás. Én még egyszer gratulálok az eddigiekhez. Nagyon fogunk szurkolni, hogy minden sikerüljön, amit elterveztek, és remélem, hogy hamarosan újra találkozunk, és hasonló jó eredményekről, vagy még jobb eredményekről tudunk beszámolni. Köszönöm, hogy beszélgettünk. Köszönjük. Mi köszönjük a meghívást.